Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás főboszorkány részére. Kedves főboszorkány, üdvözöllek téged. Te szeretsz valakit. Ő is szeret téged, de ti még házasságban vagytok, a kérdés az, hogyan tovább. És ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen látható egy park, és ebben a parkban egy szerelmes pár. A hölgy téged szimbolizál, és ez az úr őt szimbolizálja. Ott a képen, bal oldalon, középen ez a kártya utal az érzelmeidre. Ez jelent egy utat, egy életutat, és itt kivirágzik minden. Tehát van egy jó jövő előtted, előttetek, van egy közös életút, az, amit te is érzel belülről. És most megtekintjük a következő kártyánál az ő érzelmeit. Itt nála látható ez a gyűrű, és ez mutatja az ő érzelmeit. Az ő szívében, lelkében te vagy az ő társnője, mert ez a gyűrű összeköt benneteket. Amit még ez a gyűrű szimbolizál, hogy ő visszatért hozzád, vagy úgy mondhatnám, ő mindig vissza fog térni hozzád, mert ez a gyűrű összeköt benneteket. A következő kártya mutatja a gondolataidat, vagy azt, hogy miről kellene elgondolkozni. Itt látható ezen a képen a nap, ez a napsugár, az azt jelenti, hogy itt kitisztul minden, kivilágosodik minden, azon kívül mutatja a te életerődet, energiádat, kisugárzásodat, azt is, hogy megvan köztetek ez az energiamező, ez a vonzalom. Amire még a nap utal, ez az időpont, hogy a nyár folyamán, vagy attól kezdve rendeződik valami kettőtök között. Most megtekintjük az ő gondolatait. Ezen a képen láthatóak a házak. Ennek több jelentése is van. Utalhat ingatlanokra, mutatja a szülői házat, a családi kapcsolatokat, az otthonát, de ez a kártya azt is jelentheti, hogy ő keres egy új otthont veled együtt, egy új kezdetet, és ezen töpreng. Most megtekintjük nálad a környezetedet, azt is, hogy ki vagy mi hat rád. És erre utal a következő kártya. Itt alul bal oldalon a halak láthatóak. A halak szimbolizálják az anyagi dolgokat. Tehát itt vannak pénzügyi dolgok, kapcsolatok. Lehet, hogy emiatt vagy még ebben a házasságban, vagy azt is jelentheti, hogy rendezni kell az anyagiakat, esetleg valaki ki akar téged használni, és pénzt követel tőled.
Most megtekintjük az ő környezetét. Mi vagy ki hat rá? Ez a férfi a képen ott lent, jobb oldalon őt szimbolizálja. Tehát ő áll most a középpontban, és ő nem engedi azt meg, hogy mások befolyásolják őt. Azon kívül ennek van egy jó jelentése is, mert ő egyedül van, tehát ő nyitott arra, hogy változtasson valamit az életén, és lezárja a párkapcsolatát. A következő kép azt mutatja, mi várható rád a közeljövőben. Ezen a képen látható egy fiatal hölgy, és figyeli az eget, a csillagképeket, ami szerencsét hoz. Te vagy ez a fiatal hölgy, és neked lesz itt szerencséd. Azt is jelenti, hogy ez a kapcsolat, ez a szerelem megvan írva a sors könyvében, megvan írva a csillagképekben. Az időt is jelzi. Amikor eljön ahhoz az idő, hogy legyen egy új kezdet, akkor a lelkitársad úgy fog cselekedni, és most megnézzük azt, hogy tényleg mi várható, mit fog tenni, azt mutatja a következő kártya. Ezen a képen látható a kasza. A kasza elvág valamit. Az utal arra, hogy ő válni fog. És ez olyan hirtelen jön, minden megbeszélések nélkül, hogy ez lesz egy olyan meglepetés, amire nem számítottál. Ebben a parkban van egy szökőkút, az látható, ott az a víz mutat egy irányt, és mutatja a jövőtöket. És ezt megtekintjük a következő kártyánál. Ott fent látható egy istennő, és ez az istennő szimbolizálja a szerelmet. A kezében van egy lángoló szív, ami utal a ti párkapcsolatotokra. Ez a férfi szeret téged, te is szereted őt. Az istennő mutatja a jövőt. Itt van jövőtök. Kedves főboszorkány, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!